Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Karcagváros polgármestere Dobos Lászlór, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Polgármester úr, hagyományainkhoz hűen, híven, évvégén mindig értékeljük az eltelt esztendőt, ezért is hívtuk meg most Önt egy stúdió beszélgetésre. Hogyan látja, milyen volt a 2013-as esztendő gazdaságilag a város számára? Hát egyáltalán nagyon-nagyon szorgalmas és dolgos, munkás év van mögöttünk. Szerencsére a gazdaságunk teljesen stabil. Minden olyan tervet, amit elterveztünk magunknak, sikerült megvalósítanunk. Anyagi, gazdasági nehézségek nem merültek föl. Természetesen egy nagyon takarékos gazdálkodást kellett folytatnunk, mint minden évben. Kellett esetleg nehéz döntéseket hozniuk az idén gazdasági szempontból? Hát minden évben kell nehéz döntéseket hozni természetesen, de ezek a döntések oda vezettek, hogy tulajdonképpen ezt az évet, és ezt szeretném mindenképpen kihangsúlyozni, hitelfelvétel nélkül tudtuk megvalósítani, és hitelfelvétel nélkül tudtuk azokat a beruházásokat véghez vinni, amik megvalósultak városunkban. Nézzük egy picit a 2013-as esztendőt, hogyha így visszagondolunk, akkor évelején megalakultak a járások. Beszéljen nekünk arról, polgármester úr, hogy mennyire volt ez az átszervezés nehézkes, hogyan valósult ez meg városunkban, mit jelentett, mennyire volt zöggenőmentes? Óriási feladat volt, hiszen nem csak a közigazgatást, hanem másik két ágazatot is át kellett szerveznünk, az oktatásügyet és az egészségügyet. Tehát mind a három ágazatnak az átszervezése, átalakítása érintette településünket. Mindenképpen nagy öröm és büszkeség, hogy Karcag járási székhely lett, járási központ lett, és ezzel is tudjuk erősíteni a Nagykunságban betöltött vezető pozíciónkat. Nem utolsó sorban a járási hivatalba nem kell máshova utazni a karcagi embereknek, ez alapvető célunk volt, hogy a lehető legjobban szolgáljuk ki őket. A másik két ágazatnak az átalakítása is megtörtént. A kórház révén, amely kiemelt kórház ebben a körzetben, az egészségügy átalakítását is el kellett végeznünk, és ugyanígy, miután nagyon kiterjedt az oktatási rendszerünk, az oktatási rendszer átalakítása is megtörtént. Azt kell mondjam, hogy nagyon kemény feladat volt ez az év elején, hiszen a háttérben lehet csak érzékelni, hogy milyen óriási munkát kellett végezni a kollégáknak ahhoz, hogy ez zöggenőmentesen történjen meg, zöggenőmentesen bonyolódjon, lehetőség szerint úgy, hogy ebből az emberek ne nagyon vegyenek észre semmit. Hogyan látja, pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy a karcagi emberek megszokták-e már ezt az új rendszert, hogy például a polgármesteri hivatalban is nem ott kell feltétlenül intézni az ügyeket, ahol eddig ez megszokott volt, könnyű volt átállni? Természetesen az elején voltak bonyodalmak, hiszen az újdonságot meg kell tanulni. Mindenképpen könnyebb lett az ügyintézés. Más lett az ügyintézési rendünk is, alkalmazkodtunk egymáshoz, tehát a polgármesteri hivatal és a járási hivatalnak az ügyfélfogadási rendjét összefésültük. Én úgy gondolom, hogy egyre jobban bele szoknak az emberek, bele tanulnak, és most már nem tévesztik el az ajtókat, tudják, hogy milyen üggyel hova lehet fordulni. Az oktatási intézmények új fenntartóhoz kerültek, ez a város gazdasága tekintetében mit jelent? Tulajdonképpen azt jelenti, hogy most már a normatívát azt nem a város költségvetésében kell elszámolni. Egyébként különösebben gazdaságilag nem érintett bennünket, inkább az átszervezés maga, és az, hogy itt is azért keveredik a dolog, hiszen az oktatási intézménynek az épülete az maradt önkormányzati tulajdonban, így az önkormányzatnak kell rendbe tartani, gardírozni ezeket az intézményeket. Maga a szakma került át más fenntartó kezébe, és annak is örülünk, hogy ebben is egy központi szerepet töltünk be, tehát a Lebensberg intézmény fenntartó központ itt Karcagon található, és innen irányítják nem csak a karcagi oktatási intézmények, hanem a környező települések oktatási intézményeinek a munkáját is.
Milyen kapcsolatot ápol a város a tankerülettel, hogyha jól tudom, akkor az iskolások, az általános iskolások ugyanúgy részt vesznek a városi rendezvényeken, műsorokat adnak? Kiváló a kapcsolatunk. A Kliknek a vezetője a polgármesteri hivatal humán irodájáról került vezető pozícióba, jól ismerjük személyét, Kisné Sós Ágnesről van szó, egy nagyon jó szakember, és természetesen őnek is az a célja, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Klik között ez a kapcsolat minél szorosabb és erőteljesebb legyen. Az oktatási intézmények attól függetlenül, hogy más a fenntartó, ugyanúgy a város részét képezik, ugyanúgy benne vannak a város vérkeringésébe. Ennek megfelelően természetesen ugyanúgy részt vesznek különböző rendezvényeken, legyen az kulturális sportrendezvény. Tehát minden olyan rendezvényben részt vesznek, ami a városhoz kötődik. Az oktatási intézmények ugye átkerültek, viszont az óvodák maradtak önkormányzati fenntartás alatt. Kíváncsiak az emberek arra, hogy esetleg a jövőben e tekintetben lehet-e változás, önök esetleg tudnak-e már valamit, amit mi még nem, vagy marad minden a régiben önkormányzati fenntartás alatt? Én biztos vagyok abban, hogy itt nem lesz semmilyen változás, önkormányzati fenntartásban maradnak az óvodák. Örülünk is ennek, hiszen azért kellenek intézmények, ami kapcsolódik a városhoz. Ebben az évben sem volt hiány városi rendezvényekből, szinte minden hétre jutott, nem is egy rendezvény, hanem több is. Hogyan értékeli polgármester úr ezeket a városi rendezvényeket? Valóban nagyon sok rendezvényünk volt. Úgy gondoltuk, hogy ki kell szolgálni Karcagváros lakóit, minden rétegét, és ennek megfelelően szervezte meg a Dériné vezetése és munkatársai ezeket a programokat. Hálásan köszönöm az egész éves munkájukat, hiszen valóban emberfeletti munkát végeztek, nagyon sok volt a feladat. Nem is lehetne felsorolni, hogy mennyi program közül választhattak a helybéliek. Természetesen a kiemelt programjainkra fokozottan odafigyeltünk, és én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy mindig vannak kritikus hangok, és kell is, hogy legyenek, hiszen ebből lehet tanulni, okulni, mindenképpen jónak értékelem ezeket a rendezvényeket. Az idén már a rendezvények tekintetében úgymond fejlődés is mutatkozott olyan szempontból, hogy volt, ami több napos rendezvény lett, például ilyen a lovas napok is, ugye utóbb, mikor megrendezésre került, akkor egy napos volt, az idén már szerencsére két napos lehetett ez a rendezvény is. A jövőre vonatkozóan esetleg terveznek-e bővítéseket, újabb rendezvényeket? Ez mindig az anyagi lehetőségek függvénye határozza meg, hiszen korábban sem azért szűkítettük le, mert nem akartuk kettő vagy akár több naposra a bizonyos rendezvényeinket, hanem nem volt meg hozzá a megfelelő anyagi háttér. Most, hogy stabilizálódott a város költségvetése, így könnyebben tudunk mozogni. Nagy bővítéseket nem tervezünk, hiszen azért a hosszú, nyújtott programok az nem biztos, hogy vonzóak a város lakói számára. De vannak olyan kiemelt rendezvények, amit egy nap alatt lehetetlenség megtartani. Térjünk át a városi beruházásokra. Hát e tekintetben is nagy üzem volt az idén. Voltak olyan beruházások, amelyek ugye már befejeződtek, lefutottak, vannak olyanok, amelyek folyamatban vannak. Ezeket tekintsük át, polgármester úr, mi az, amit kiemelne? Ebben is csúcsra járattuk saját magunkat, és ez nagyon-nagyon örömteli dolog, tehát én azt hiszem, hogy ebben az évben látványosan fejlődött a város. Nagyon-nagyon sok beruházás fejeződött be, az apróktól a kiemeltig. Mindenképpen szólnunk kell a fürdő fejlesztéséről. Elkészült, átvehették, egyre jobban működik ez a visszhang, egyre jobban megszeretik és használják is az emberek a városi strandfürdőt. Nagyon-nagyon fontos volt a szeméttelepnek a rekultivációja, kialakítottunk új erdei futópályát, szabadtéri kondipark készült, a Liget úti sportpályának a öltözője teljesen megújul,
megújulnak az óvodáink. Táncsics úti óvoda felújításra került. Az elmúlt héten lett még egy fejlesztés az óvodában, ugyanebben az óvodában napelemekkel lett felszerelve, ami biztosítani fogja az elektromos áramot ebben az intézményben, és még lehetne sorolni számolatlanul. Nagyon-nagyon fontosak voltak azok az állami beruházások is, amik megtörténtek a városban. Mindenki tapasztalhatja, hogy milyen csodálatos lett a Püspökladányi út, a Madarasi út, amit már nagyon-nagyon régen vártunk, és hát ezzel is gazdagodott a településünk, és a héten, 19-én át is adhattuk a Püspökladányi útnak a végét, ami egy nagyon-nagyon szép és építészetileg is egy csodálatos dolog a vasúti szintbeli kereszteződésnél az aluljáró és a körforgalom, ami kivezet a 4-es főútra. Pedig vannak olyan visszhangok, legalábbis lehetett olyat hallani, hogy nem történik itt a városban semmi, nincsenek építkezések. Hát ezt legfeljebb azok mondhatták, akik a Bakok Intézetéből érkeztek a városban, mert minden ide látogató azt mondja, hogy és irigykedve mondja, hogy nagyon szépen fejlődik a településünk, vagy azok mondják ezt, akik rémhíreket szeretnek terjeszteni, mert aki nyitott szemmel jár kell a városban, az láthatja, hogy a fejlődés az bizony töretlen. Ott vannak még a munkahelyteremtő beruházások. Hát igen, azért mondom, hogy tulajdonképpen reggelig lehetne beszélgetni ezekről a beruházásokról, mert még szót se ejtettünk például az ipari parkban átadott elektronikai szétszerelő üzem megnyitásáról, ami már megkezdte a működését, márciusban pedig teljes létszámmal feltöltve fogják ott a munkálatokat folytatni. És már lerakásra került a következő műanyagfeldolgozó üzemnek a alapköve. Az építkezések várhatóan az év elején mindenképpen megkezdődnek, ahogy az időjárás lehetővé teszi. És ha jól tudjuk, akkor vannak esetlegesen újabb beruházók és tárgyalások is folyamatban. Gondolom, hogy erről még nem nagyon lehet beszélni. Óvatosan kell erről beszélni, hiszen valóban akkor lesz ez biztos, amikor a szerződések aláírásra kerülnek, de igen, mindenképpen az a terv és cél, hogy folyamatosan egyre több üzem kerüljön az ipari parkba munkahelyteremtő cégként, és egyáltalán azért, hogy itt értékek kerüljenek előállításra. Mindenképpen kiemelendő a logisztikai központ és a laktanyag közötti területre tervezett nagy élelmiszerfeldolgozó üzem, illetve a majdan megépülő műanyagfeldolgozó mellé az északi oldali területen még egy üvegfeldolgozó üzem is elkészül. Még egyszer mondom, ez akkor lesz biztos, amikor a szerződések aláírásra kerülnek. Beruházásokkal kapcsolatban, ha jól tudom, akkor vannak még olyan futó beruházások, amelyek majd a jövőben fognak elkészülni, látványosabb útra lépni. Kettőt szeretnék ezek közül kiemelni. Mindenképpen nagyon-nagyon fontos az, hogy a Karcagon található hadtermálkútnak a vize mellett gáz is kinyerhető ezekből a kutakból, és erre egy nyert pályázatunk van. A gázt szeretnénk a lehető legbölcsebben felhasználni a város javára. Gondolok itt arra, hogy elektromos áramot lehet ebből termelni, ami meggyőződésem, hogy a strandfürdő villamos energiaellátását biztosítani fogja, de tudunk gázt szállítani a kórház irányába, sőt a maradékot pedig a földgázvezetékbe szeretnénk bejuttatni, amit természetesen majd annyi mennyiségben ki is vehetünk ebből a rendszerből. Egy másik nagy nyert pályázatunk a város belső épületeinek a belváros rehabilitációjaként szokták ezt emlegetni, ezeknek az épületeknek a megújítása, így a városházának azon része, ami még nem került felújításra. Nagyon-nagyon fontos a Vérené külső homlokzatának a felújítása, és ugyanilyen fontos ugyanebben a tenderben a piaszcsarnoknak a felújítása. Még eszembe jutott egy beruházás vagy egy felújítás. Munkásokat lehet látni az ifjúsági ház környékén, a Volt Hemó épületénél. Az ifjúsági ház újra
ki fog nyitni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, természetesen fel kell újítani. A helyzet az, hogy a Városi Csokonai Könyvtárnak az épülete az egy nagyon régi, idős épület, mindenképpen alkalmatlanná vált már arra, hogy ott komoly értékeket, a könyveket tárolni lehessen. És akkor jött az az ötlet, hogy megnyitva a HEMO-t, az ifjúsági házat, egy kettő szerepkör töltsön be, szolgálja az ifjúságnak a kulturált szórakozását, és ott elhelyezésre kerülhet a Csokonai Könyvtár. És akkor várhatóan ez körülbelül mikor nyithat majd meg? Én nagyon szeretném, hogyha a nyitást a kultúra napjára megvalósíthatnánk. Nagyon passzolna is a január 22-éhez ez a ünnepség, ez a megnyitás. Én úgy gondolom, hogy szépen haladnak a munkák, és el is készül addigra ez a mű. Polgármester úr járkál a városban, emberekkel beszélget, ötleteket gyűjt, véleményeket hallgat meg. Ha végig gondolja, akkor mi az, ami még esetleg a jövőben, ha úgy lehet mondani, akkor a város vezetésnek, vagy akár önnek vágyálma lehetne, hogy milyen beruházás lehetne, valósulhatna meg még itt Karcagon, mi az, amit még esetleg föl kellene újítani, és vannak-e ezekre pályázati lehetőségek? Nagyon sok mindent kellene még csinálni természetesen. Nekem szívügyem a járdáknak a karbantartása és rendbetétele, de nem aszfalttal, hanem térburkolattal szeretném most már megvalósítani ezeket. A belváros rehabilitációs pályázatban erre van egy szűkebb lehetőségünk, és ezt szeretném folyamatosan bővíteni, tehát egy korszerűbb járda rendszert szeretnék kialakítani. Ha ott földbontásra kerül, valamilyen oknál fogva azt ugyanolyan minőségben vissza lehet rakni. Egy kicsikét drágábbnak tűnik, de hosszú távon mégis olcsóbb. Ezen kívül is millió szívügyem van még, amit szeretnék megvalósítani. Ilyen például a fürdőnek a további fejlesztése, és szerencsére a Nagykun vízmű vezetése teljesen nyitott erre, új ötletekkel rukkolnak elő. A közeljövőben szeretnénk ott egy reumatológiai szolgáltatással bővíteni a fürdő palettáját. Tehát akkor nem kell majd úgymond a beregfürdőbe kijárni a kedves betegeknek, rehabilitációra vágyóknak majd oda kimenni, hanem itt helyben is meg lehet oldani. Így van, ezt szeretnénk elérni, tehát mindig vannak olyanok, akik nem tudják azt megfizetni, hogy egy másik településre menjenek. Ilyen ügyben, itt helyben rendelkezésükre fog állni ez a lehetőség is. Ez körülbelül időbe. Tudom, hogy nem nagyon szeret így jósolgatni, csak gondolom az emberek kíváncsiak arra, hogy mikorra várható majd ez a beruházás. Hát ennek a reumatológiai szolgáltatásnak a megindítása azért a következő esztendő első felében várható. Október 31-én véget érte az országos közmunkaprogram, ám a közelmúltban elindította a kormány az új közmunkaprogramot. Ez városunk tekintetében mit jelent? 180 ember vesz részt az úgymond téli közfoglalkoztatásban, ami már nem csak effektíve munkát jelent, hanem azt is jelenti, hogy azokat az embereket, akiknek bizony az élet nem adta meg azt, hogy tudjanak tanulni, vagy nem tudtak, vagy nem akartak. Most lehet ezt pótolni, és a téli közfoglalkoztatás keretében ez a 180 fő alapképességek, készségeknek az elsajátítását végezheti el. A Baross úti volt általános iskolában folynak ezek az oktatások, napi rendszerességgel, váltva egymást, és szakképzett pedagógusok oktatják ezeket az embereket. Ez egészen március 24-ig fog tartani, akkor fognak munkába lépni, és akkor már a fizikai munkával fogják a várost szépíteni, építeni. Tehát akkor nem maradnak ellátatlanul a tél folyamán. Ez is nagyon-nagyon fontos, tehát ugyanúgy kapnak juttatást azért, hogy tanulnak, de valóban kell tanulni, hiszen a jó pap is holtig tanul természetesen, és ezt a réteget el kell látni egy olyan
alapkompetenciával, amire szükségük van, akkor, hogyha nem csak a közmunkába szeretnének részt venni, hanem önállóan is szeretnének munkát vállalni. Az állam átvállalja az önkormányzatok adósság állományát. Ez hogyan érinti a mi jövőbeni költségvetésünket, a város működését? Mindenképpen pozitívan. Erről már beszélgettünk egy korábbi riport alkalmával, hogy a kormány belátta azt, hogy a legkisebb sejteket, az önkormányzatokat, a településeket ki kell ebből az adósságcsapdából emelni, hiszen azért az ország alapjait mégiscsak a települések alkotják, és azzal a hihetetlen nagy hitelállománnyal képtelenek ellátni a feladataikat. Tudjuk nagyon jól, hogy a MSZP-s ciklusokban a juttatások olyan alacsony szintűek voltak, hogy nagyon sok pénzt kellett hozzátenni az önkormányzatoknak, hogy az intézmények működni tudjanak. Emiatt kellett a hiteleket fölvenni, tehát nem jókedvéből vették fel az önkormányzatok, hanem pontosan azért, hogy a saját intézményeiket egyáltalán életben tudják tartani. Na most hát a gazdasági válság természetesen utolérte az önkormányzatokat is, beütött a krach, és ezt már képtelenség volt finanszírozni saját bevételekből. Így a kormány nagyon-nagyon bölcsen döntött akkor, amikor a hitelállománynak a jó részét átvállalta a településektől, és a következő esztendőtől pedig a teljes hitelállományt átvállalta. Tehát ez mindenképpen pozitív, innentől kezdődően már a sorsunk a saját kezünkben van, és hogyha bölcsen, takarékosan, jól megfontoltan gazdálkodunk, akkor innentől kezdődően nem lehet probléma. Óriási segítség ez számunkra, tulajdonképpen a következő esztendő törlesztő részlete a zsebünkben marad, ez egy 80 millió forint. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ennek következtében, hogy átvállalják a mi adósságállományunkat is, lehet esetleg bátrabban tervezni a jövőt, akár beruházások, akár rendezvények tekintetében? Mindenképpen, hiszen nem csak a hitelállománynak az átvállalása segíti az önkormányzatokat, hanem az is, hogy olyan pályázatok kiírására kerül sor, aminek a támogatottsága magas. Tehát volt olyan pályázat, tudjuk nagyon jól, például a korábbi években a Karcag belváros rehabilitációs pályázat, amiről le kellett mondanunk, mert 50%-os támogatottságú volt, és egy 50%-ot sok százmilliós tétel képtelen volt hozzátenni a város. A mostani pályázatok 90-95, sok esetben 100%-os támogatottságúak, így könnyebb tervezni, könnyebb fejleszteni a településeket, így Karcagot is. Hogyan értékeli a városi képviselőtestület idei munkáját? Sok vitánk volt, megszokott módon. Nagyon nagy volt a terhelése a képviselőtestületnek, hiszen nem csak a soros testületű üléseken kellett részt venni a képviselő hölgyeknek, uraknak, hanem számtalan soron kívüli ülésen is meg kellett nyilvánulniuk. Én úgy látom, hogy a Fidesz frakció, illetve az IPOSZ-nak a képviselője, dr. Kapusi Lajos tökéletesen egybehangoltan dolgozik, működik, egyértelműen a város érdekében, ahogy az esküjük szól is természetesen. Hát vannak aztán olyan képviselők, akik inkább a zavarkeltésben jeleskednek őket, nem nagyon szeretném megemlíteni, jellemző őket a kiadványaik, a megszólalásaik, erről nem is szeretnék többet mondani. Most majd egy picike szünet következik, hiszen itt lesznek az ünnepek, bár polgármester úr elárulta, hogy még karácsony előtt egy nappal is be fog majd menni dolgozni. Ha végig gondolja a jövő évi munkáját, akkor január elején, ahogy megkezdődik a nagy üzem, az évi nagy hajtás, akkor mik lesznek majd a legelső, legfontosabb feladatok, hogyan látja, milyen évünk lesz? Hát mielőtt ezt elmondanám, azért azt mindenképpen le kell szögezni, hogy az embereknek az ügyes, bajos dolgait az ünnepek előtt is intézni kell, tehát nem csak én járok be, hanem a hivatal dolgozóinak jó része is, ez a kötelességünk. Sőt, két ünnep között is be kell, hogy menjünk adott esetben.
ez a szolgálat. Nekünk szolgálni kell az embereket. Van, aki most ér rá, most tudja ügyes-bajos dolgait intézni, zárt kapukat nem találhat semmiképpen. A következő esztendő legalább ilyen mozgalmas lesz, mint a 2013-as esztendő, hiszen azokat az említett beruházásokat, fejlesztéseket el kell indítani. Van, amelyik már be is indult, van, amelyik a közbeszerzés fázisában van, tehát mindenképpen komoly és nehéz és sok munkára számítok, ez vár ránk a következő esztendőben. Következő esztendőben az első negyed év végén még lesz egy nagyon nagy esemény. Országgyűlési képviselőválasztások lesznek. Mire számít, polgármester úr, milyen kampányra, milyen lesz ön szerint a hangulat a városban például? Hát ezt nehéz megjósolni. Egyelőre viszonylagos csend van, de meggyőződésem, hogy a választási harc azért ezt a csendet meg fogja törni. Én mindig reménykedek, hogy a bölcs embereknek a mentalitása győz itt a városban, és egy nyugodtságra számítok, azt szeretnék legalábbis a kampány során is. Rajtunk nem fog múlni. Mi nem fogunk semmiféle olyan dolgot elindítani, ami ilyen sárdobálásba fordulhatna át. Én szerintem a karcogi emberek ezt nem szeretik. A karcogi emberek a kiszámítható, nyugodt politizálást kedvelték mindenkor, mert arra lehet építeni. A handabandázás, a partvonalról történő bekiabálásra alig hiszem, hogy kíváncsiak lennének és vevők lennének. Végül egy magánjellegű kérdés, hogyan tölti, hol tölti az ünnepeket? Itthon töltöm Karcagon, családi körben, egy kicsikét lazítva, pihenve. A közelmúltban dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr éppen Tiszafüreden népszerűsítette a halfogyasztást. Önöknél mi kerül a karácsonyi asztalra? Szoktak-e halat enni karácsonykor? Természetesen. Hal is lesz, marimfi féle is lesz, sertéshús is lesz, minden lesz, ami ilyenkor a karácsonyhoz kapcsolódik. Én nagyon szeretem a finomságokat, nagyon szeretek enni, és hát itt ilyenkor megvan erre a lehetőség. Mit üzen a karcagi embereknek az új évvel kapcsolatban, ha lehetne kívánság, akkor mit kívánna? Hát elsősorban mindenkinek jó egészséget kívánok, mert ez a lehető legfontosabb. Azt kívánom, hogy boldoguljanak, mindenki érdeme munkája szerint. Tegyenek meg mindent azért, hogy a saját sorsukon is próbáljanak javítani, ne várjanak készen mindent. Segíts magadon, az Isten is megsegít, szokták mondani, de azt kívánom, hogy legyen nyugalom, békesség és fejlődés ebben a városban. Így legyen, köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta már a meghívásunkat, és békés boldog karácsonyt, boldog sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőségét, én is áldott karácsonyt, boldog új esztendőt kívánok önnek is, és a kedves televízió nézőknek, Karcag minden lakójának. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket.